emelkedünk magasra, sarkat szorítjuk, meg vissza leengedjük. A mozgás célja az egykor megbénult izmok megerősítése, rehabilitálása. Hazánkban mintegy 50 ezer ember kap sztrókot évente, 10 percenként szállítanak kórházba beteget súlyos tünetekkel, és fél óránként meghal egy ember a szélütés következtében. Ez azt jelenti, hogy a rákos megbetegedések után az érrendszeri problémák követelik a legtöbb életet Magyarországon. Ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a stroke tüneteivel. Sokszor egy arcidegbénulás képében jelenik meg, egy átmeneti beszédzavar képében jelenik meg, egy átmeneti végtaggyengeség képében jelenik meg. Ezeket a tüneteket, hogyha akutan jelentkeznek, mindig nagyon komolyan kell venni, és azonnal mentőt kell hívni, hiszen a korai kezelés az életmentő lehet. Megyünk vissza! Az úgynevezett agyi érkatasztrófa kialakulásának kockázatát növelheti a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a mozgásszegény életmód. A betegségnek a halálon kívül többféle kimenetele lehet. Előfordul teljes felépülés, gyakran maradandó bénulással jár, de néhány esetben állandó ápolást igényel a szélütésen átesett páciens. Ha környezetünkben valakin a stroke tüneteit észleljük, fontos a gyors reakció, mivel itt az idő a legfontosabb tényező. Ha nincs eszméletvesztés, akkor laikus teendő különösebben nincs. Ha eszméletvesztés van, akkor viszont a fulladásos halál fenyegethet, hogyha olyan testhelyzetben történik, tehát akkor az úgynevezett stabil oldalfekvésbe kell fektetni, hogy a nyelv hátracsúszása ne okozzon fulladást, vagy az esetleges hányadéknak a belélegzése, tehát mindenféleképpen ezek kifelé csorogjanak, illetve ne hátrafelé a garatba, kiemelni a fejet, oldalt fektetni a beteget, ennyit lehet tenni. Ha nincs eszméletvesztés, akkor az időfaktor a legfontosabb, tehát a mentő kihívása. A probléma gyors diagnosztizálást és ellátást igényel. Itt több stroke központ is a betegek rendelkezésére áll, például városunkban is. A Dunaújvárosi Kórház is stroke központ, tehát mindenféle jogosítványunk megvan az akut stroke kezelésére. Ennek a feltétele, hogy akut CT álljon rendelkezésre, sürgősségi osztály álljon rendelkezésre, neurológia álljon rendelkezésre, ez nekünk mind megvan, és a megfelelő gyógyszerek, amik egyébként rendkívül drága gyógyszerek és korlátozottan biztosítja az OEP, de nekünk rendelkezésre áll, mint stroke centrum. Ezek a központok a szakszerű ellátás után a bénulásokat, beszédzavarokat is gyógyítani tudják hosszú távú kezelés során.